A mezőgazdálkodás és a biológiai sokféleség összefüggéseivel foglalkozva számos nehézséggel találjuk szembe magunkat a világon és Magyarországon. Néhányat szeretnénk itt kiemelni. A mezőgazdasági növények sokfélesége egy stratégiai erőforrás, mert az élelmiszerlánc első elemét alkotja, és abszolút nem mindegy, hogy ez kinek a kezében van, illetve milyen vetőmagot használunk. Manapság azt tapasztaljuk, hogy a vetőmagpiacon tényleg csak ipari fajtákat lehet kapni, és mindez pedig egy pár cég kezében összpontosul. Ökoszociális államra van szükség, ahol az állam ökológiai és társadalmi, szociális szempontok mentén gátat szab, korlátokat állít a hontalan multinacionális tőke érdekekkel szemben. A gazdáknak elemi joga, hogy a saját fajtáikat használják. A jelenlegi jogi környezet nem kedvez ennek, Európában sem és Magyarországon sem. Az utolsó percben vagyunk, tehát hogyha most nem gyűjtjük össze a szaporítóanyagokat, akkor már később nem lehet. Vérbarack, ez egy helyi fajta, ilyen nincsen sehol máshol, csak az ormánságban. Bár a 24. órában vagyunk, ez a folyamat nem visszafordíthatatlan. A helyi gazdákat szeretük volna bevonni arra, hogy cseréljék ki az általuk fenntartott tájfajtáit. Hát én a barátmagos dinnyét hoztam ki, ezt a ferences szerzetesek terjesztették az 1700-as évektől kezdve. Később vetették, és még karácsonykor is ehető ez a dinnyefajt. Kereskedelmi forgalomba kapható vetőmagoknak a 67%-a a 10 legnagyobb biotechnológiai multi kezében van. Veszélyeztetik a biológiai sokféleséget, nehezítik a gazdák életét. Olyan géntechnológiai módosított növényeket próbálnak ránk szabadítani, amikre semmi szükség nincs. Az Európai Uniós engedélyezési eljárás nem vizsgálja, hogy ezeknek a növényeknek milyen hosszú távú egészségügyi környezeti kockázataik vannak. Azt gondoljuk, hogy nem szabad addig engedélyezni génmódosított növényeket, míg ez a helyzet meg nem változik radikálisan, addig egy moratóriumra van szükség. Ezen dolgozik a Greenpeace és sok más környezetvédő szervezet is. Tessék nyugodtan kóstolni egy tönkölykenyér, egy tönkekenyér. A tönke meg a tönköly az egyik szomszéd meg a másik szomszéd. A tönke az 30 ezer évvel idősebb, mint a tönköly. Ez egy régi magyar fajtának, a Somogyi Kiflinak a felújított változata. Mondjuk egy holland burgonya, vetőburgonya, az hiába szuperelit, nagyon hamar leromlik. Ezek a magyar burgonyák itt hivatalosan is 2 évig vethetőek, igazából 5-6 évig is vissza lehet őket vetni. Si l'industrie possède toutes les semences, et que les paysans sont obligés chaque année d'acheter la semence de l'industrie, ça veut dire que 2 ou 3 ou 10 multinationales vont décider du droit des peuples à manger. Parce que si les paysans n'ont pas de semences, les peuples n'ont pas de nourriture. Les droits de propriété de l'industrie sur les semences interdisent aux paysans de ressemer leur récolte ou d'échanger leurs semences. These corporations that seek to control the seed understand completely, and their program is worldwide, how much power and control and wealth they can amass out of that control. And they are pushing very hard through trade agreements, etc., to reinforce intellectual property rights, to reinforce contract legislation. And I quite frankly believe that corporations cannot and will not either preserve biodiversity appropriately or cannot respond to climatic changes with their program that's based solely on the extraction of the maximum amount of wealth from farmers. We are making like 16 kind of bread. We work with stone mill. So we make fresh flour, and from this flour we make
fresh bread. We work with ancient grains. It hasn't changed since 8,000 years ago. 2-3 weeks you can eat this bread and there is no problem. It doesn't go rotten. Whole grain, freshly stone milled and made with love. Made with hands. All this factory bread, it's like, it's nothing inside.